szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, a Komáromi Kapka György Múzeumból jelentkezünk, ahol számadó emesével beszélgetünk az intézmény vezetőivel. A Kapka György Múzeum is bekapcsolódik a komáromi tavaszi program kavalkádba. Mit hoz a kikelet a múzeum házatájára így a tavasz elején? Kezdjük talán a Múzeumbarátkör márciusi rendezvényével. Március 28-án Kemény Krisztián történész fog előadást tartani Petőfivel kapcsolatban, míg pedig a Segesvár-Fehéregyházi ütközet és Petőfi halála címmel. Ugye ezzel csatlakozunk a Petőfi 200-hoz, az egész országban megrendezésre kerülő rendezvénysorozathoz, amelyel Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára emlékezünk. Már volt egy korábbi rendezvényünk, ugye március 14-én a zeneiskolával közösen egy Petőfi emlékestet adtunk el, és gyakorlatilag ezzel folytatjuk a Petőfire való emlékezést. Tehát az előadás március 28-án, ez egy keddi nap, lesz 5 órától, és a Generációk házában mindenkit szeretettel várunk, természetesen ingyenes a belépő, egy nagyon izgalmas előadásban lesz részünk. Egyébként Kemény Krisztián a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadtörténelmi levéltárában dolgozik történészként, és a utóbbi 10-11 néhány évben rendszeres látogatója, előadója a történész konferenciáinknak, amelyeket a komáromi napok alatt szoktunk megrendezni. A következő, ami egy nagyon izgalmas rendezvényünk lesz szerintem, húsvét szombaton, tehát április 8-án fogjuk tartani a Kecskés László emlékházban és hát kertjében. Húsvéti foglalkoztató lesz gyerekeknek, húsvéti dekorációkat lehet készíteni. Tavaly csináltuk az első ilyet. A Kecskés László emlékháza a múzeum alapító Kecskés László helytörténésznek a családi háza. Feleségének, Margitnének a halála után került a múzeumnak a, hát nem tulajdonába, hanem megkaptuk használatra, illetve egy telephelyként, tehát kiállítóhelyként működik a teljesen berendezett lakóház, egy nagyon családias környezet, és már tavaly gondoltunk egy nagyot, és csináltunk egy húsvéti programot gyerekeknek, ahol különböző húsvéti dekorációkat lehetett készíteni a hagyomány teremtés szándékával, és most így a második alkalommal rendezzük ezt meg. Különböző típusú és különböző anyagból készült húsvéti tojásokat lehet különböző technikákkal díszíteni, tehát színezni, festeni, dekopázsolni. Ezen kívül, hogyha a szülők nem akarnak belefolyni ebbe a tevékenységbe, akkor ők is eljátszogathatnak, tehát színezhetnek, labirintusos játékot játszhatnak, tehát nekik is találunk azért játékot. Ahogy említettem, ez egy családias környezet, és igazán arra való, hogy a gyerekeket így beszoktassuk, vagy kiszoktassuk otthonról, vagy az óvoda, vagy a kisiskola megszokott környezetéből, és egy kicsit ilyen múzeumi belkekbe is beleszoktassuk őket. Természetesen, aki eljön hozzánk, az csoki tojást is keresett a kertben. Reméljük, hogy jó idő lesz, és reméljük, hogy a húsvéti nyuszi az sok-sok tojást fog elrejteni a bokrok aljába. Mettől meddig tart majd ez a program? Milyen korosztálynak javasolt, és hát kik a segítők egy ilyen pezsgő nap folyamán? A program az 10 órától 4 óráig tart, tehát április 8-a szombati napon 10-től 4-ig lehet jönni a Kecskés László emlékházba és a kertjébe. Mi azt gondoljuk, hogy inkább olyan nagycsoportos óvodásoknak és kisiskolásoknak, első-második osztályosoknak lehet ez izgalmas, de mint említettem, a felnőttek is meg fogják találni a maguk szórakozását, és hát gyakorlatilag a múzeum teljes tábja szinte ott lesz és segíti a gyerekeket, főleg a dekopás technika egy kicsit ilyen felnőttebb rásegítés kell hozzá, de a gyerekek közül mindenki megtalálja a magának való elfoglaltságot, és reméljük, hogy most is nagyon sikeres lesz ez a rendezvény, és hogy akkor ebből kifolyólag jövőre szintén meg fogjuk tudni rendezni. Jelenleg még itt kint van a tábla, hogy költözés miatt zárva, a Tengerészeti Múzeum, illetve a Kecskés László emlékház látogatható-e majd az ünnepnapokon? Az ünnepnapokon mind a kettő látogatható, 9-től 5 óráig, tehát a húsvéti ünnepek alatt minden egyes napon, még húsvét hétfőn is, tehát a Tengerészet kiállítás, a Kecskés László emlékház, és nagyon jó hírem van, mert ugye említetted, hogy költözünk. Úgy néz ki, hogy április 27-én délután 4 órakor fogjuk megnyitni az új épületet, tehát a Brigitte Öröksége látogatóközpontot, és hogyha minden jól megy, akkor El Simon László, a Nemzeti Múzeum főigazgatója tisztel meg minket azzal, hogy megnyitja az épületet, és benne teljesen megújult és rendkívül látványos és interaktív elemekkel megtűzdelt Brigitte Öröksége állandó római kiállításunkat.